A képviselői percek vendége Perlai Zoltán, köszöntöm a stúdióban. Először az aktualitásokról essen szó a körzetben. Igen, az először is, majd mert számos egyéb más dolog is van, kicsit felsűrűsödtek itt az események. Körzeti dolgok, bár mindenki másról beszélget most, mi is majd fogunk másról is beszélni. Talán a legfontosabb a múltkori interjúban itt volt Miskai Gábor barátom a Máramarosi utcából, aki egy civil kezdeményezésnek a felkarolója, a mindannyiunkat érintő reptéri vagy repülőgép zajterhelés ügyében. Elég aktívak voltak az elmúlt hetek. Annyit tudok erről beszámolni, sok lakossági megkeresést kaptam, hogy úgy néz ki, hogy a csepeli, az újbudai és a Budafok-Tétényi önkormányzat közösen fog tudni föllépni ebben az ügyben. Azt mondhatom, hogy egy ilyen politikamentes koalíció kezd kialakulni ebben az ügyben nagy örömünkre. Közös beadvánnyal fordulna a három önkormányzat a Hungarokontrollhoz. További petíciók vannak kilátásban, és úgy néz ki, hogy közvetlenül Palkovics miniszter úrral tudják a civil szervezetek fölvenni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy az az áldatlan állapot, amit mindannyian megélünk itt nap mint nap Budafokon is, az valamilyen módon javuljon. Nyilván nem az a cél, hogy ne legyen repülőgép forgalom fölöttünk, hiszen ezt nem tudjuk elérni, nem is ez a cél, de azt, hogy ez mérséklődjön, azt gondolom feltétlenül elérhető cél, úgyhogy vannak fejlemények ebben az ügyben. Én is közösségi oldalaimat kövessék, erről be fogok részletesen számolni. Ezen kívül a fekvőrendőrügyekben lassú vízpartot most eset van. Volt egy egyeztetés Németh Zoltán alpolgármester úrnál. Körzetünkben három utca érintett jelen pillanatban, itt a stúdióval szembeni, majdnem szembeni Arató utca, Komáromi utca és a Nap utca. Hát azt kell mondjam, hogy kisebb vitáim vannak alpolgármester úrral. Az önkormányzat vezetése nem feltétlenül támogatja a lakosságnak ezen kezdeményezéseit. Annyit sikerült elérni, hogy a Komáromi utcában nagy valószínűséggel megvalósul a fekvőrendőr, a Nap utcában és az Arató utcában pedig egy forgalom számlálásra fog sor kerülni, egy az önkormányzat által beszerzett berendezés segítségével. Itt az volt a kérésem, hogy lehetőség szerint ezt ne nyáron mérjék, hanem iskola kezdés követően, és ha és amennyiben ezek alátámasztják azokat a számadatokat, amelyekről a lakók beszámolnak, akkor tudunk fekvőrendőröket telepíteni. Én azt hittem, hogy ez sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb folyamat, annál is inkább, mert az önkormányzat költségvetésében ezek nagyon minimális dolgok. De ami, és akkor hadd kössem én át a történetet, ami talán ennél még fontosabb, ha már az önkormányzat költségvetését említettem, hogy hát az elmúlt hét igen viharosra sikeredett nem csak Budafok-Téténybe, hanem az egész országba. Értem ez alatt a kata adótörvény módosítását, illetve a rezsicsökkentésnek a gyakorlatilag kivégzését, bármennyire is mást kommunikál erről a kormányzat, és ez sajnálatos módon minden lakót érint. Vagy így, vagy úgy, van akit mind a kettő, ez a még rosszabb eset, de az egyik mindenféleképpen érinti a lakókat. Ez pedig ugye a rezsi csökkentésnek a kivezetése, és ebben az ügyben a Demokratikus Koalíció képviselő csoportja kezdeményezni fogja még a héten, hogy az önkormányzat pénzügyi bizottsága tartsa a rendkívüli bizottsági ülést. Tekintettel arra, hogy mind a villany számla, mind pedig a gázszámla esetében óriási kifizetések várnak az önkormányzatra, még akkor is, hogyha a földgáz esetében van egy közbeszerzési eljárás, ami még egy pár hónapig biztosítja a kedvezményes beszerzés, de a villany esetében ez nincs. Nem ismerjük a
nem ismerjük a szabályokat. Éppen Krieger Krisztina volt itt a vendég a stúdióban előttem, aki a pénzügyi bizottság elnöke, ezt neki itt jeleztem is, hogy én ezt most kezdeményezni fogom. Abszolút nyitott volt rá, ez örömteli. Abban maradtunk, hogy amint a részletes szabályok ismerté válnak, reméljük, hogy ez egy-két nap, hiszen két hét múlva ennek valamilyen módon el kell indulnia, bárha szabad ilyet mondani, én legfőképpen ez ellen volnék, de nem tudjuk a szabályokat, és erről egyeztetni kell, ugyanis bölcsödék, óvodák, uszoda, idősek otthona, szociális otthon, szakrendelő, hadd ne soroljam tovább, számos olyan közintézmény, amit használnunk kell télen is, és itt villanyra és fűtésre szükség van. Nem tudjuk, hogy ez milyen módon fog valószínűleg igen nagy lyukat ütni az önkormányzat költségvetésébe. Tehát van itt feladat, ezt kezdeményezzük, hogy ezt amennyire csak tudjuk hárítsuk el, ha már ilyen kormányzati döntések születtek. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtam. Köszönöm szépen.